Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsossal az ókatolikus temetőben beszélgettünk az ott folyó építkezésről. A búcsúztató hely építése belátható időn belül be is fejeződik. Most már hál' Istennek látszódik, hogy a búcsúztató helynek az építésében vagyunk benne. Bízunk benne, hogy belátható időn belül be is fejeződik, és hogy nem csak így, hogy fölemeledett egy épület, hanem a maga szépségébe is látni fogjuk majd. Az egyház vezetői korábban elkezdték már a búcsúztató hely tervezését, az adományok gyűjtését, amit ezúton is szeretne megköszönni Gulyás Zsolt, aki elmondta, a beruházás költsége 14 millió forint. Korábban elkezdtük már a búcsúztató helynek a tervezését, meg az adományoknak a gyűjtését is, amit hát ezúton is szeretnék megköszönni. Tehát így a beruházásnak a költsége 14 millió forint körül alakul. A hívek ebből közel 6 millió forintot adtak, illetve a Káslár miniszter, illetve a Soltész Miklós államtitkár úr segítségével 4 millió forintot kaptunk még ehhez az építkezéshez. Hát a többit pedig a fennmaradó részt az egyházközség egészíti ki. Nyilván, hogy adományokat még várunk, de bízunk benne, hogy ha megvalósul az a terv, hogy urnafalat tudunk majd a belső részben elhelyezni, akkor az ad annyi lehetőséget, hogy az egyházközségnek ez nem lesz ráfizetés, hanem inkább majd megtérül. Ez nem ravatalozó lesz, annak külön hűtőhelység kell, több hivatali előírása van, itt még áram sincs. Az építkezéshez is aggregátorokat használnak. Több hivatali előírása van, aminek meg kell felelni, és itt még áram sincsen. Tehát nyilván így az építkezés folyamán különböző aggregátorokat használnak. Tehát ezért búcsúztató helynek nevezzük, aminek az lesz a célja, hogy akiket itt akár az ókatolikus temetőbe, vagy az újkatolikus temetőbe temettünk el, akkor a végső állomáshely, a búcsúztatás az itt tud majd megvalósítani. Tehát a úgymond ravatalozás az itt történik meg, de nem ravatalozó hely, hanem búcsúztató helynek nevezzük. A nyár folyamán elkészül az épület, megtörténik előtte a tereprendezés, térburkolattal, az önkormányzat segítségével. Reményeim szerint a nyár folyamán elkészül, és teljes egészében rendben lesz minden. Tehát ugye most itt az első részében látjuk, hogy majd még a zsindely jön a tetőre, alulról le lesz burkolva a tetőszerkezet belülről, és a vakolás fog majd még megtörténni, és utána következik a burkolás. A belső rész is, illetve majd kívülről szeretnénk egy ilyen nagyobb méretű térburkolatot készíteni. Ebben az önkormányzatnak a segítségére számítunk. Természetesen az önkormányzat idáig is, amiben tudott, segített számunkra. Hát a parkolásra most egyelőre azt nem tudom garantálni. Azt szeretnénk, hogy akkor, amikor temetés van, és hogyha nagyobb létszámmal vesznek részt, akkor ne a sárba, hanem egy tiszta placon tudjunk megállni, hogyha többen részt vesznek a temetésen, akkor is. Persze, hogy majd a parkolás hogyan tudjuk megoldani, az még a jövőnek a gondja lesz, de bízunk benne, hogy már így is előrébb vagyunk ahhoz képest, mint ahol álltunk. Egy másik aktuális dolog az ókatolikus temetőben a keresztnek, az aljzata tönkrement. Pánti Ildikó képviselőasszony és Gyurcsák János alpolgármester úr segítségével, illetve az ő irányításukkal sikerült a keresztet rendbe hozni. Most itt a ókatolikus temetőben a keresztnek az aljzata ment teljes egészében tönkre, és hál' Istennek Pánti Ildikó képviselőasszony és Gyurcsák János alpolgármester úr segítségével, illetve az ő irányításukkal sikerül ezt a keresztet rendbe hozni. Sajnos a keresztnek az alja, a lábazata úgy tönkrement, és most ezt újra kellett építeni. De az ő segítségükkel szinte teljes egészében ezt nekik köszönhetjük, úgyhogy hálásan köszönöm a közösségünk nevében is, hogy ez így újra helyreállt. Aztán majd meglátjuk, mert ugye azt, ahogyan a Karcagváros lakói tudják, hogy a temető üzemeltetése a Szopkó Requiemnek a kezében van, tehát nyilván a
lehetőségeikhez képest igyekeznek rendbe tenni, kaszálni a temetőt, ami szintén nem kis munka, meg hát nyilván a szemeteket is elszárítani. Most ugyan úgy rendben van, hát bízunk benne, hogy sikerül ugye ezt fönntartani, ezt a rendet, de nyilván ez az ő segítségükkel tud megvalósulni. Most egyenlőre ez a legfontosabb, hogy a búcsúztató helyet helyreállítsuk, aztán a jövőben, hogy majd még mit tudunk tenni, azt majd meglátjuk.